6 új bölcsőde megyeszerte több mint 250 gyermek napközbeni ellátását biztosítja majd a görögkatolikus egyház beruházása. A munkahelyteremtésen a hangsúly, a nyírbátori választókerületben több milliárd forint értékű beruházás valósult meg 2020-ban. Sinem vannak a beruházások Vásárosnaményban, jövőre is sok fejlesztéssel készülnek. Nyíregyházán is elkezdődött hétvégén a koronavírus elleni oltás. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Első körben 975 egészségügyi dolgozó kétszeri oltására elegendő koronavírus elleni vakcinát kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Dr. Szondi Zita főigazgató az MTVA-nak nyilatkozva elmondta, a 3000 körüli szakdolgozó és 700 orvos 35%-a igényelte a vakcinát. Az oltásokat a COVID intenzív részlegeken, illetve a sürgősségi osztályon dolgozókkal kezdték 4 oltóponton. Az első oltás napon 190, a következő napokon 260 egészségügyi dolgozó kapja meg a vakcinát. A mai adatok szerint országosan 114 beteg halt meg, és újabb 609 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Hat új bölcsőde létesülhet 2022 végéig a megyében. A görögkatolikus egyház beruházásában felépülő új intézmények 22 csoportban összesen több mint 250 gyermek napközbeni ellátását biztosítják majd. A fejlesztések új munkahelyek teremtésével a foglalkoztatáshoz is hozzájárulnak. A látványtervek szerint így fognak kinézni azok a bölcsődék, amelyek a közeljövőben épülhetnek fel a nyíregyházi egyházmegye területén, egy nemrég elnyert pályázatnak köszönhetően. 6 településen Nyírbátorban, Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Demecserben és Máriapócson jöhet létre új intézmény. Ezeken a helyeken 4 csoportos bölcsődék fognak épülni, illetve Máriapócson, ahol egy 2 csoportos bölcsődét építünk. A 4 csoportos bölcsődékben 48 férőhely kialakítására lesz lehetőség, a 2 csoportos bölcsődékben 24 gyermeket fogunk majd tudni fogadni. Mindenekelőtt a gyermekek vannak a figyelmünk középpontjában, ezért igyekszünk akár a külső kialakításában is úgy megépíteni ezeket a bölcsődéket, hogy igazán vonzóak legyenek a gyermekek számára. Új építésű épületekről lesz szó, ez azt jelenti, hogy egészséges körülményeket fogunk tudni a gyermekeknek biztosítani, és nagyon bízunk benne, hogy igazán otthonosan fogják érezni magukat ezekben a bölcsődékben. Több szempontból is fontos az egyház számára ez a fejlesztés. Az elsődleges a keresztény értékek átadása már gyermekkorban, és az, hogy intézményeik ne csak nevükben, hanem lelkiségükben is viseljék görögkatolikus mi voltukat. Küldetésükön kívül az épületek külsejében is lesz egy közös vonás. Mindegyik bölcsőde elé egy kis bárkát szeretnénk építeni, amely kifejezi azt az igazságot, hogy a bárka a bibliai tanítás szerint a bajban, a menekülésnek, az oltalomnak a helye volt, és mi így szeretnénk gyermekeink számára a bölcsödéinkben, mint egy bárkában oltalmat, biztonságot, olyan háttér biztosítani, ami a jelenlegi nehéz helyzetben és a világ nehézségei közepette is vigasztalást, jobb lehetőséget és jobb feltételeket biztosítanak. Az egyháznál azt remélik, az összesen 3 milliárd forintból megépülő új, akadálymentes intézmények nem csak a gyermekekre, hanem az egész családra jó hatással lesznek. Miközben a szülők fizikai és lelki értelemben is biztonságban tudhatják a kicsiket, a foglalkoztatásukat, munkaerőpiaci helyzetüket is pozitívan befolyásolhatják a bölcsődék. Ráadásul nem csak az adott település, az egész megye munkaerő gondjain is segíteni tud a 6 különálló projekt. Ismerve az eddigi tapasztalatokat, a hozzáállást, biztos vagyok benne, hogy nagyon színvonalas és jó intézményeket alapított újonnan, vagy fog alapítani újonnan a nyíregyházi egyházmegye, és így közösen munkálkodhatunk a megye fejlesztésén, bölcsődei fejlesztési programján. Ez hozzájárul, mint egy mellék hatásként a munkába állóknak a lehetőségén is. A közgyűlés elnökének szavai szerint mindig örömmel támogatják az egyházi közösségek társadalmi felelősségvállalásról tanúskodó pályázatait, ez a mostani is egybeesik a kormány és a megyei önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel.
Az új bölcsődék tervezése november eleje óta zajlik. A Nyíregyházi Egyházmegye abban bízik, hogy 2022. decemberéig sikerül felépíteni az intézményeket. A magyar vidék felemelését és az itt élők életminőségének javítását célozták a 2020-as fejlesztések a Nyírbátori választókerületben. 8 bölcsőde, 7 óvoda és 16 iskola újult meg csak ebben a térségben. Jövőre a Versenyképes Magyarországért program keretében folytatódnak a fejlesztések. Ezek célja nem csak a munkahelyteremtés, de nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem és a turisztikai beruházások is. Számos fejlesztési program indult 2020-ban országosan és a Nyírbátori választókerületben egyaránt. Ilyen mértékűre évtizedek óta nem volt példa. Ennek egyik legfontosabb eleme a terület és település fejlesztési operatív program. Ennek keretében 2017-ben nyújthattak be pályázatokat a települések. A 6-os számú választókörzetben 33 település összesen 104 sikeres pályázatot adott be. Ezek nagy része iskolák, óvodák és bölcsödék, egészségügyi intézmények felújítására és újak építésére szólt. A nyertes pályázatokból 80 már megvalósult, 24 pedig 2021-ben indul. Nemrég adták át például Nagykállóban a kezdő vállalkozásoknak segítséget nyújtó inkubátorházat. Folyik az iparterületfejlesztés Nyírbátorban és Nyírbogáton is. Ez a három program 2 milliárdot jegyez. Csak a nyírbátori több mint 1,5 milliárd forint, és ez az operatív program, ez bizonyítja azt, hogy a magyar vidéket képes felemelni, mert hogy az operatív program jóvoltából életminőségbeli javulás lesz kézenfogható véleményem szerint. Itt gondolok arra 8 új bölcsődére, amit átadtunk, gondolok itt a 7 óvodára, a 16 iskolára, a 22 csapadékvíz elvezetőre. Ezek mellett jelentős fejlesztések valósulhattak meg a Magyar Falu program segítségével is. 2020-ban 97 nyertes pályázat, mintegy 1,2 milliárd forintot jelentett a térség önkormányzatainak, egyházainak és civil szervezeteinek. Tornaszobák, temetők, ravatalozók alakultak ki és újultak meg, de sokan útfelújításra használták az összeget. 12 településen ingatlan vásárlásra és rendezvények tartására kaptak lehetőséget a civil szervezetek. A fejlesztési lehetőségek harmadik lábát a külön kormánydöntések jelentették. Így például Újfehértón honvédelmi sportközpont, Nyírbátorban óvoda, Nyírbogáton pedig iskola fejlesztésre nyílt lehetőség. A cégek, akik foglalkoztatási problémát jeleztek a vírus miatt, több 100 millió forint támogatást kaptak a térségben. Az EFOP-os pályázatok 8 milliárd forint értékben 60 közösségépítő és fejlesztő programot tettek lehetővé. A tervek szerint ez az ütem folytatódik jövőre is. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban gőzerővel folyik ezen operatív programok szervezése, és ilyen formán ez a Versenyképes Magyarországért operatív programnak a hatásait itt Szabolcs megyében is azon keresztül fogjuk tudni élvezni, hogyha egy olyan stabil és nagy volumenű programot tudunk letenni az asztalra, amivel a megyében új munkahelyek, új intézmények, új olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek az emberek életének mindennapjait javítani fogják. Ilyen például a 7,5 milliárd forintból megépülő almafeldolgozó Újfehértón. Nyírbátorban pedig 1,5 milliárd forintból iparterület fejlesztés kezdődött, és a települést elkerülő út is hosszabb lesz, mint azt eredetileg tervezték. Az iparterület fejlesztése, oktatási intézmények felújítása és az 5-ös kúria rekonstrukciója is Vásárosnamény legjelentősebb beruházásai között szerepelt az elmúlt évben. A város fejlődése jövőre sem áll meg. Közlekedésfejlesztés, egy szabadidő komplexum kialakítása, valamint a piac korszerűsítése is terítéken van. Vásárosnaményban is igyekeztek a lehető legjobban alkalmazkodni a koronavírus járvány miatt megváltozott körülményekhez.
A pandémia nem akasztotta meg a város fejlődését, mint a település polgármestere fogalmazott, sínen vannak az elkezdett beruházások. 2020 legnagyobb eredményei között említette az iparterület fejlesztését, melynek keretében megépült egy több mint 7 kilométeres út közvilágítási hálózattal, valamint egy 600 négyzetméteres ipari csarnok. A helyi foglalkoztatási paktum projekt is jó ütemben haladt. Mintegy 240 millió forintos nagyságrendben tudtunk pályázni ezen foglalkoztatási paktumra, és ebből ilyen 180-190 millió forint volt az, amelyet bér és járulék támogatásra tudtak lehívni és támogatásként felhasználni a vállalkozók. Újabb munkahelyeket támogattunk a térségben, ezáltal a vállalkozóink pedig örömmel vették ezt a lehetőséget, és nagy lelkesedéssel vettek részt a fórumainkon is. Ebben az évben a legnagyobb projektünk a Vásárosnemény 5-ös Gúria és környezetének rekonstrukciója, ahol civil szervezetnek és gazdasági társaságoknak adunk majd helyet, és egy új park is kialakul zöld fölött növeléssel, rendezvények helyszínéül szolgálva. A Zöld Város felhívás keretében a projektünkben környezetvédelmi programokat is szervezünk majd, és marketing eszközökkel felhívjuk a figyelmet az újrahasznosításra is, valamint az 5-ös utcát teljesen felújítottuk aszfaltozással. Az energetikai projektek is fontosak a város számára. Az elmúlt időszakban a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumot és az 5-ös József általános iskolát újították fel, jövőre pedig utóbbi Vitkai tagintézményének rekonstrukciójára is sort kerítenének EU-s forrásból. Ha pedig már 2021-es tervek, a Magyar Közúttal együttműködve elrajtol egy közlekedésfejlesztési projekt, március környékén indulhat a munka, melynek eredményeként a város legjelentősebb belterületi útjai kapnak új aszfalt réteget. Három tiszaparti fejlesztés is megvalósulhat, összesen 262 millió forint értékben, emellett a célok között szerepel a Tomcsányi kastély bővítése is egy látványraktárral, valamint az épület kertjének az átalakítása. Nagyon szeretnénk egy modern, aktív szabadidőkomplexum kialakítását megvalósítani a Krasznasétányon. Az iparterületünket tovább kell fejleszteni, épp ezért újabb gazdasági övezetek kijelölése és köznyesítése nagyon fontos számunkra. Ugyanakkor óriási igény van a városi piacon korszerűsítésére is, ebben is megtettük a megfelelő lépéseket. A középületeink energetikai fejlesztése kiemelt továbbra is, a sportcsarnok, a Lónyai szakgimnáziumnak a fejlesztése számunkra kiemelt. Nagyon fontos, hogy nem vagyunk fenntartói több iskolánknak, középiskolánknak, gimnáziumunknak, de feltartói sem vagyunk, épp ezért mi támogatjuk úgy a tankerülettel, mint az egyéb egyházi fenntartóval is a közös elképzeléseinket, és odafigyelünk egymásra, hiszen a gyermekeink közösek, a gyermek a jövőnk záloga, épp ezért nagyon fontos számunkra, hogy a gyermeket bölcsődétől, óvodán, általános iskolán és középiskolán keresztül megtalálják számításaikat itt Vásárosnaményben, a Bereg szívében. Zoárnapi sokadalom, beregi ünnepi hét, tavaszi zsongás. Csak három azon vásárosnaményi rendezvények sorából, amelyekre idén a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor. Az ezekre elkülönített forrásokat a védekezés költségeire csoportosította át a város vezetése. Ezek az intézkedések összesen több mint 14 millió forintba kerültek. A polgármester elmondta, 2021-nek takarékos és átgondolt büdzsével vágnak neki, már a gépjármű adó elvonásával is számolva, és bíznak benne, hogy az eltervezett beruházásokat jövőre is meg tudják valósítani. A koronavírus járvány ellenére sikeres évet tudhat maga mögött Fehérgyarmat is. A város működése zavartalan, a bevételek és a kiadások egyensúlyban maradtak, így finanszírozni tudják a védekezést és a város működését is. Több nagy beruházást is elindítottak, vagy éppen befejeztek idén Fehérgyarmaton. Az egyik legkiemelkedőbb projekt a városi piac csarnok átadása volt, ami 626 millió forintból valósult meg. Azt tudom mondani, hogy eddig ezt az időszakot is sikerült átvészelnünk, tehát jó működési állapotban van a Fehérgyarmati önkormányzat. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy eredmény, hiszen azért szűkültek a bevételi forrásaink, gondolok itt az adóra is természetesen, illetve elmaradt bérleti díjakra és egyéb más forrásokra is. Nyilvánvalóan folyamatosan aktualizáljuk a költségvetést, tehát módosítjuk mind a kiadási oldalt, mind a bevételi oldalt, de hát ezek 10 milliós nagyságrendű elmaradt bevételek, illetve azt lehet mondani, hogy a kiadási is, ami csak a koronavírus miatt keletkezett, az is 10 milliós nagyságrendű kiadások tulajdonképpen. Sikeresen zárták le a város szennyvízberuházási projektjét is, amely milliárdos költségvetéssel rendelkezett. Több település részen alakította ki idén kerékpárutat a Bringász Fehérgyarmaton program keretén belül. A kerékpárút hálózat fejlesztése a következő években sem áll meg.
A polgármester szavai szerint a várost meg kell erősíteni, így a legfontosabb a gazdaság élénkítése. Szeretnénk egy új ipari parkot, tehát egy ipari területet kialakítani, illetve annak az infrastruktúráját kialakítani. Ennek a helye megvan. Nagy részt a területeknek az önkormányzati tulajdonban van, minimális vásárlás kell végrehajtanunk, illetve ezen egy ipari tisztítóművet szeretnénk létesíteni, amely tulajdonképpen a betelepülő üzemek számára biztosítja a szennyvíz kezelést, hiszen a város kommunális szennyvízhálózatára ezeket az üzemeket nem lehet rákötni. Fehérgyarmat vezetése megnyugtatónak tartja, hogy a nehéz körülmények ellenére eddig tudták tartani az egyensúlyt, pedig a védekezés a szociális szegmensben óriási többletköltséget jelent a település számára. A téli időszakban többet riasztják a mentőket kihűléses esetekhez. Ez főleg az időseket és a pszichoaktív szerek hatása alatt álló személyeket veszélyezteti. Nem csak az utcán, a fűtetlen lakásban is minden évben találkoznak a mentősök súlyos esettel. Ha időben érkezik a segítség, megelőzhetők a szövődmények. Testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten működik a legjobban, 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. A szervezet lépésről lépésre áll le, nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén a keringési rendszer bénulása következtében beállhat a halál. Ez megelőzhető, ha időben felismerjük a kihűlés tüneteit. Az első és teljesen normális szervezeti reakció az, hogy dideregni kezd. A személy ezáltal ugye az izom munkával próbál további hőt termelni annak érdekében, hogy ezzel a kihűlés ellen védekezzen a szervezet. De gyakorlatilag ahogy a testhőmérséklet csökken, ezek a védekező mechanizmusok egyre inkább eltompulnak. Csökken a betegnek a vérnyomása, csökken a betegnek lelassul a pulzusa, a légzése, a tudatállapota beszűkül, és gyakorlatilag egy ilyen mély államszerű állapotba kerül, egy nagyon alacsony vérnyomással, egy nagyon alacsony pulzusszámmal jellemezhetően. Úgyhogy ebben az esetben, amikor már ezt észleljük, akkor az biztos, hogy a maghőmérséklet csökkenése az már egy előre haladott kihűlést mutat, úgyhogy ilyenkor agresszív kezelésre van szükség, és mindenképpen a sürgősségi ellátás keretei közé kell ezen betegeknek kerülniük. Az Országos Mentőszolgálat régió vezetője azt mondta, érdemes külön kezelni a baleseti lehűlést, amikor valaki tudatmódosító szer hatása alatt kerül szabad térbe, esetleg jeges vízbe. Az ilyen esetek ma már nem olyan gyakoriak, mint pár évvel ezelőtt. A társadalmi felelősségvállalás sokat javult. Azonban gyakori, hogy a rossz szociális körülmények között élők, főleg az idősek kihűlnek. Ráadásul vannak olyan társbetegségek, amelyek még hajlamosabbá teszik a szervezetet a hővédő képesség kikapcsolására, ezáltal veszélyeztetettebbé válnak. A szakemberek azt mondják, földön fekvő, maga tehetetlen ember mellett soha ne menjünk el szó nélkül. A régiót tekintve, szinte mindennapos a sürgősségi osztályok tekintetében az enyhe vagy közepesen súlyos kihűlés, mert mint mondtam, akár a saját otthonában is ki tud hűlni fűtetlen környezetben egy magatehetetlen idős személy, aki mondjuk esetleg elesett vagy agyérkatasztrófát elszenvedett, földre kerül, nem tudja magát védeni, és fűtetlen helyiségben gyakorlatilag a lakás körülmények között is ki tud hűlni. Tehát ezek a téli időszakban minden naposan meglévő problémák, súlyos életveszélyes baleseti kihűlés azért ennél ritkább, de gyakorlatilag ebben a téli időszakban ez a sürgősségi ellátó rendszerben mindennapos problémakör. Orvosi kutatások szerint a kihűléses esetek körülbelül 30%-ában szerepet játszik az alkohol. A kihűlés elleni leghatékonyabb védekezés a mozgás, ezzel ugyanis a test hőmérsékletét jelentősen meg lehet emelni. Mind a tavasz, mind az ősz csonkán ért véget a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballbajnokságokban. Jövőre 320 meccset kell pótolni, így a megyei első osztályban már január végén bajnoki pontokért játszanak a csapatok. A téli szünetben átigazoló játékosok új klubjuk színeiben léphetnek majd pályára. Több szempontból is rendhagyó évet zárt a megyei futball. Tavasszal a koronavírus járvány miatt az első osztályban 4, az alacsonyabb osztályokban 2 forduló után véget ért a szezon, úgy, hogy nem is hirdettek végeredményt. Ősszel rendben elindult a pontvadászat, de a novemberi korlátozások után a csapatok többsége már nem lépett pályára. Az elmúlt egy évben mintegy 10%-kal csökkent a felnőtt nagypályás csapatok száma megyében.
A 2019-20-as szezont felnőtt csapatlétszámról beszélve 120 együttessel kezdtük el, de március 14-én, amikor az utolsó játéknap volt, már csak 114 sportegyesület volt versenyben, és a 2020-21-es szezon pedig augusztusban 108 csapat kezdte meg, tehát egy év alatt lehet azt mondani, hogy 10%-kal csökkent a felnőtt csapatok létszáma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez kimondva soknak tűnik, viszont ha azt nézzük, az országos tendencia is sajnos ez, hogy a kisebb településeken, a falvakban egyszerűen megszűnik a futball, vagy nagyon nehéz összeszedni a csapatot. Aztán elindultunk az ősszel, és ez az őszi szezon sem ment végig, hiszen a 12. játéknap után, ugye november 9-10-én már nem is szakadt félbe igazából a bajnokság, de a Magyar Labdarúgó Szövetség a különböző kormányhatározatokra hivatkozva igazából a sportegyesületekre bízta, hogy ki szeretne játszani, vagy ki nem, és az önkéntességre nem nagyon fült a fogók a csapatoknak, így szinte az utolsó három forduló teljesen elmaradt a megye 1, megye 2-be. Ez viszont azzal jár, hogy így sokkal hamarabb kell kezdeni a tavaszi szezont, hiszen a megyei első osztályt már január 30-31-én elkezdjük a 13. fordulóval, a megyei másodosztályt pedig két héttel később, február 13-14-én a 13. fordulóval. A szabályok szerint a téli szünetben csapatot váltó futballisták az elmaradt őszi meccsek pótlásán már új klubjuk színeiben léphetnek pályára. Január 15-től február 14-ig tart az átigazolási időszak, akár labdarúgás, akár futszáról beszélünk. Ugye a labdarúgás szakágat nézzük, ahogy mondtam, átlagosan három mérkőzés maradt el. Értelemszerűen január 30-tól, vagy megye 2-be február 13-tól, meg főleg már sok olyan játékos lehet, aki a téli szezonban átigazol, hogy új csapatban játszik. Őket meg lehet nyugtatni azzal, hogy már több éve változott a Magyar Labdarúgó Szövetség ide vonatkozó szabályzat. Ez azt jelenti, a labdarúgás versenyszabályzat azt mondja ki, hogy a mérkőzés az eltolt időpontban azok a játékosok játszhatnak, akik abban a pillanatban az adott labdarúgó egyesülethez tartoznak, érvényes versengedéllyel, sportolósival rendelkeznek, és nincsenek eltiltás alatt. Magyarán az új játékos az új csapatában játszhat mindenféle megkötés nélkül, hogyha nincsen eltiltás alatt. A körülményekre tekintettel a megyei szövetség ezúttal sem a hagyományos felkészülési teremtornát, sem a műfüves nagypályás tornát nem rendezi meg. A megyei első osztályban május végéig be kell fejeződnie a bajnokságnak, az alacsonyabb osztályokban két héttel később zárul majd a pontvadászat. December 28-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el a weboldalunkra most elhangzott tudósításainkért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!